Olyan 16 éves lehettem, eléggé lázadó korszakomban voltam. Felmentem Tinderre, hogy idősebb pasikkal ismerkedjek. Meg is ismertem ezt a 20 éves, igen vonzó külsejű fiút, aki úgy tűnt belém is habarodott. Naív vagyok, tudom, de na, tudjátok, hogy van ez. Másnap fel is ajánlotta, hogy elhoz a suliból. Elmegyünk sétálni, fagyizni a közeli tóhoz. Igen, mondtam. Jól el voltunk, beszélgettünk. Semmi furcsa nem volt benne, és úgy tűnt, mind a ketten élvezzük egymás társaságát. Mikor odaértünk a tóhoz, senki nem volt ott, mivel október közepén azért eléggé hideg a víz. Fél úton lehettünk a tó körül, amikor kissé szokatlan fordulatot vett a találka. Elkezdett beszélni a bűnügyi dokumentumokról, hogy hogyan tanult meg dolgokat, hogyan kell megölni valakit úgy, hogy ne kapjanak el. Direkt olyan cipőt vett fel, ami lényegesen nagyobb, szóval nem tudják ez alapján beazonosítani. Megmutatta a cipőjét, vagy két számmal nagyobb volt. Leültem egy padra, akkor ő elkezdett körülöttem sétálni. Egyszer csak odament egy kutyagumi kukához, és abból egy zacskót az arcomba nyomott onnan. Azt hittem el akar kábítani, inkább kuncogtam és arrébb toltam. De erre hirtelen megragadta a kezem és a fejemre szorította a zacskót. Még mindig viccnek hittem, de csak nem engedett. Nem kaptam levegőt. Ekkor felkapott. Én rugdostam, hogy hagyjon békén, de a végén mind a ketten a földre estünk. Nevetett és azt mondta, hogy többet kell harcolni veled, mint gondoltam. Megpróbáltalak elkábítani, de nem sikerült. Büszke vagyok rád. Minden cuccom a kocsiban volt, szóval eljátszottam, hogy vicces volt. Mondtam, hogy szükségem van az én haláltoromra, és visszamentünk a kocsihoz. Mikor hátulját, gyorsan írtam anyukámnak SOS, és bemérték a tartózkodási helyem. Ekkor előrántotta a zsebkését, és pont annyira nyomta hozzám, hogy felsértse a bőrömet. Csak üresen bámult. Legalább fél percig. Nem fogod megtenni. Mondtam neki, és ekkor felnevetett. Már kétszer megpróbáltalak megölni ma. Folytatta az elmebeteg nevetését. A hazavezető úton elmondta, hogy megerőszakolt volna, ha sikerül megölni engem. Ahogy hazaértem, egyből elhajtott. Este kaptam tőle egy intim képet, és letiltott. Utána néztem, és kiderült, hogy 27 éves és számos jogsértését elítélték már. Jelentettem a rendőrségnek, de semmi több. Biztos, mert nem mondtam el a szüleimnek, hogy mi történt. Életem legrosszabb titkát. Egy 24 éves michigani nő vagyok. Eme történet pedig 2014-ben történt, amikor éppen átléptem a felnőtt kort egy évvel. Egy barátom biztatására beadtam a derekam és felregisztráltam a Tinderre. Ez egy társkereső, ahol találkozni, ismerkedni lehet emberekkel, de mostanáig inkább egy éjszakás kalandok terjedtek le az appon. Nem voltam valami biztos, hogy jó ötlet volt regisztrálni, mert én azért komolyabbat szerettem volna. De amit mesélt a barátnőm, hogy itt ismerte meg a barátját, végül belementem a dologba. Azt azért meg kell említsem, hogy eddig nem volt egy pasim sem, mert mindig én voltam az a szégyenlős lány. Na mindegy, készítettem egy profilt és pár napon belül már beszélgettem is egy sráccal, akit most nevezzünk Johnnynak. Pár évvel volt idősebb, 30 mérföldön belül élt hozzám képest. A profilján lévő képek alapján szerette az állatokat és tudományokat is. Tök jól nézett ki, a barna hajával és a kék szemével. Jelenleg állatorvosnak tanult, ami egész jól összeéleszthető, mert én pedig ápolónak. Ez csak egy gondolat volt, tudod, abban az esetben. Itt nem sokkal később, bemutatkozott és jóban lettünk. Minden nap írkáltunk egymásnak. Mindig az ő üzenetére keltem, hogy szép napot kíván, és mondta, milyen csodálatos vagyok. Ez egy masszív magabiztosságot adott, amit már évek óta keresek. Telik múlik az idő, és egyre kényelmesebben jobban éreztem magam, hogy vele beszélhetek. Átmentünk Instára, ahol a követői alapján már picit gyanús volt, és a képeit is alig 24 órával a Tinderes regisztráció után töltötte fel. Rákérdeztem, de azt mondta, most csinált először Instagram fiókot. Próbáltam híváshozni vele, de mindig elfoglalt volt, vagy azzal jött elő, hogy mennyit kell tanulnia. Elhittem neki, mert én is hasonló cipőben járok. Alig volt időm tévét is nézni.
Eljött a nyári szünet, de még mindig kifogásokat keresett. Már ez egy rossz omen volt nekem. Megismerem én az imposztorokat. Sok filmet láttam már. Annyira bele voltam esve, amit írt, és viszonozni akartam neki. Végül megbeszéltünk egy napot, ahol hívásozunk. Idegesen vártam, hogy mikor csörren meg a készülék. Fél tíz után pár perccel kaptam egy hívást, a területi kód alapján pedig Johnny lehetett az. Zakatolt a szívem, mint az állat. Felvettem és félve üdvözöltem. Halló, Johnny? Igen, szia Ashley, hogy vagy? Valamit el kell mondanom, mert ez nem olyan, mintha leírnám. A hangja mély és idősnek hangzott, mintha egy 50 éveshez beszélnék. Azt mondta, hogy egy fiatalkori betegségben lett ilyen a hangja. És itt kaptam rajta a hazugságon. Instáján volt egy 15 másodperces videó, ahol egy Imagine Dragons számot dolgoz fel. Teljesen jól szólt, nem volt nyom a hangi sérülésnek. Azt mondta, hogy egy barátjánál vették fel, aki segített kijavítani. Amúgy ezt ne felejtsétek el. Hirtelen témát váltott, hogy mennyire borzasztóan és mélyen szerelmes belém. Megkérdezte, leszek-e a barátnője? Igent mondtam. Nem kellett volna. De ez lebegett a szemem előtt, hogy végre egyenesbe jön a szerelmi életem. Sokkal inkább manipulatívabb lett ezután. Kérdezte, hol vagyok, mit csinálok. Nem válaszoltam időben, erre azt írta, hogy nem szeretem, és összetörtem a szívét. Türelmes voltam vele, amíg nem találtam valamit. Egyik nap, mikor ugyanazzal a barátnőmmel nézegettük az Instagramot, és ahol vannak a hashtagek, videók, meg mindenféle leírások, ott a felfedezésben láttam, hogy kint voltak ugyanazok a képek, amit Johnny küldött. De amíg neki két szíve volt, addig ennek 200. A felhasználó neve más volt, követői 1000 fölött. Minden ott volt, amit Johnny mutatott nekem, az éneklős videó, a képek. Rosszul esett látni, hogy az a srác már elköteleződött mással, de azokat nem használta fel Johnny. Sírtam, és a barátnőm karjaiba dőltem, miközben felhívta nekem őt. Meglepetésünkre egyből felvette a telefont, és lelkesen így szólt. Szervusz, napsugaram! Hogy vagy? Barátnőm beleszólt a telefonba, hogy rájöttünk a titkára. Egyből letette a kagylót. Azon az este küldött pár magyarázkodó üzenetet, hogy csak barátokat akart szerezni, mert magányos. Kezdtem megsajnálni, de mondtam neki, hogy ennek véget kell vetni. Mondta, hogy legyünk csak barátok akkor. Erre nem kellett volna igennel válaszolnom. Fél év eltelt. Nem nagyon beszéltem Johnnyval, és közben hivatalosan is lett pasim. Egyik nap egy dupla randiról jöttünk haza, amikor a pasim Cameron hazavitt. A szüleim hétvégén nem voltak otthon. Hagytak neki pár avokádót a hátsó kertben, hogy azt vigye el nyugodtan. Bementünk a házba, mondtam neki, hogy várjon meg a nappaliban, hozok valamit a szobámból. És itt fordultak a dolgok, a vicces és a boldogról, egy igazi rémálommá. Belépve láttam, hogy nyitva van az ablakom, és az ágy alatt volt valami mozgás. Sikoltottam, és egy öreg ember előmászott az ágy alól, mint egy alsó kategóriás horrorfilmben. 40 körül lehetett, alacsony, kövérkés. Johnny volt az. Azt mondta, ne féljek, találkozni akart velem élőben. Cameronhoz rohantam, aki egyből ment a szobámba, de már csak az öreget kimászni látta. Annyit mondott, bocsika, majd lelépett és átment az úton, SUV-be, amit észre sem vettünk. A biztonság kedvéért csináltam pár képet a kocsiról és a rendszámtábláról. Cameron ekkor elővett egy kést az ágy alól, amit az öreg hagyott itt. Ezzel és a szöveges üzeneteivel, rendőrségnek való bocsájtásával sikerült eljárást indítanunk, és soha nem vette fel velem a kapcsolatot. De nem érdekeltek a részletek, csak el akartam felejteni. Azóta a párommal együtt élünk egy másik városrészben. Nem használjuk a közösségi médiát, ritkán posztolunk, de akkor is óvatosan. Helyszín és tervek nélkül, mert Johnny is így talált meg. Szóltam az eredeti Insta profilnak, hogy más használja a képeit. Ő is megijedt, de megköszönte, hogy írtam neki. Johnny azóta eltűnt a közösségi oldalról.